kert. Ha-hó, pátó! Micsoda gyönyörű kert! És micsoda gyönyörű virágok! Virágok! Úgy bizony, ezek virágok. Ültetek! Virágot ültetsz, pokolyó? Pátó szerint, ha virágot akarsz ültetni, pokolyó, el kell olvasnod a könyvet. A Mars Fivérek műsora. Növény. Locsolókanna. Locsolókanna, ez egy locsolókanna. Virágok. Nagyszerű! Aha! Ha virágot akarsz nevelni, először gondosan el kell ültetned egy magot. Utána meg kell locsolnod. Egy csésze víz. Remek. Ajaj. Fény is kell neki. Jól van, Pátó. Pokolyó, nem kellene gondoznod a magot? Nézd, pokolyó, növekszik. Állatos összekötősdi. Ahó, pokolyó. Á, értem. Most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, pokolyó? Megmondanátok pokolyónak, hogy mi ez? Egy oroszlán! Egy oroszlán! Egy oroszlán! Oroszlán! Pato! A virágod? Pokolyó látni szeretné a virágodat, Pato. Pokolyó, erről nem a világ tehet. Pátó mondta, hogy nézd meg a könyvet. Így már jobb. Megmondanátok, mi ez? Egy virág! Ez egy virág! Ez egy virág!
egy virág. Virágok! Sikerült, Pokolyó! Énekeljünk! Szundi madár meglepetése. Ha-ho, Szundi madár! Jaj, bocsánat, Szundi csak tovább, Szundi madár. Ha-ho, Pokolyó! Meglátogatod régi barátodat, Szundi madarat. De sajnos most is alszik, mint mindig. Na, várj egy kicsit. Lehet, hogy most felébred? Ah, nem. Azt hiszem, valami másról van szó. Ah. Na hát, ilyet? Ah, szerencsére megúszta. Labda. Pokolyó. Nem, az igazából nem. Köszönjük, Pátó. Labda. Igen, tényleg hasonlít a labdára, de az alakja azért nem egészen olyan. Megvan. Segítenétek Pokolyónak? Meg tudja mondani valaki, hogy mi ez? Tojás! Ez egy tojás, Pokolyó! Tojás, tojás, tojás! Ott már jobb helyen van. A tojás könnyen eltörhet, Pokolyó, ha nem vigyázol rá. Tudod-e, mi van a tojás belsejében, ami előbb-utóbb kibújik belőle? Tű, Pátó tudja. Egy kicsi madár van a tojás belsejében, Pokolyó. Madárka? Úgy bizony. Nem is tudtam, hogy Szundi madár egy tojáson csücsül. Ennek a tojásnak ott a helye fent, Szundi madárfészkében, az anyukája mellett. Ajaj, kapd el gyorsan, Pokolyó! Szundi madár aggódni fog, de nagyon, amikor felébred. Csí, hogy ugrál? Kapd el, Pokolyó! Vagy Pátó, te kapd el! Az ellenkező irányba megy! Gyorsan, gyorsan! Pátó, mögötted! Ó, a minden itt!
Ha? Jó, ügyesek vagytok. És most valahogy fel kellene ébresztenünk Szundi madarat. Szundi madár! Szundi madár! Szundi madár! Micsoda álomszuszék, nem ébred fel semmire. Valahogy nekünk magunknak kell visszacsempészni a tojást a fészekbe. Igen, sajnos magasabban van pokolyó. Talán egy magasabb valaki tudna segíteni. De ki? Meg tudjátok mondani pokolyónak, ki elég magas ahhoz, hogy segítsen? Úgy bizony. Nagyszerű. A tojásnak ott a helye a puha fészekben. Éljen pokoly! Történik valami a tojással. Tojás? Tojás! Ne félj, pokolyó! Menj csak közelebb, nehogy lemaradj a nagy eseményről. Igen. Egy aprócska Szundi madárka. Vagy egy aprócska, nagyon is éber madárka. Minden esetre úgy látszik, lett egy új barátunk. Az biztos, hogy még sokszor találkozunk vele. Na persze, csak ha utolérjük. Pápa, nem sokára találkozunk. Gyerünk, pokolyó! A farmon. Ahó, gyerekek! Na hát, micsoda gyönyörű kert! Van benne paradicsom, saláta, és mi is ez pontosan? Répa! Répa, hát persze! Mennyi finomság terem ebben a kertben? Szia, Eli! Eli, Eli, Eli! Keres, keres, Eli! Pokolyó szeretné, ha rákeresnél egy szóra a számítógépeden. Ültet! Ültet, ültet! Ültetni? Eli az ültetni szót keresi. Itt van Pato. Elültet egy magot. Tűha! Csodálatos! Még... Locsol! Pokolyó arra kér, hogy írd be a locsolni szót. Nézzétek, Pato locsolja a virágait. Köszönöm, Eli! Igen, köszönjük, Eli! Ügyes vagy! Mi az, Eli? Azt mondod, ideje leszedni a zöldségeket? Eli szerint először a paradicsomokat kell leszedni. A paradicsomok elszaladtak! Nézzétek, most már a saláta is mozog. A répák legalább még megvannak.
Hoppá! Gyorsan! Kövessük a zöldségeket! Ajjaj! Állatos összekötősdi. Hello, Pokolyó! Á, értem, most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Ez egy pók! Pók! Bizony, egy pók. Hát ez nagyon furcsa. Megmondanátok, mi ez? Saláta! És ez mi? Paradicsom! Ez egy paradicsom! Na és ez? Répa! Ez egy répa? Úgy bizony, ez egy répa, ami mozog. Nézzétek, egy hangya! Egy csomó hangya! Kis barátaink nem lopták el a zöldségeket. Csak salátát készítettek belőlük. Méghozzá csuda finom salátát. Énekeljünk! I am a farmer, I have a garden, I have planted tomato. Piszkos munka. Halihó, Eli! Finom teát főzöl. Ajjaj! Ez nem lesz jó. Jó reggelt, Pokolyó! Á, fürödni készülsz. Nem felejtettél el valamit?
Fúj, a te vized is koszos. Hahú, pátó! Jaj, vigyázz! Ennek a víznek is elég furcsa színe van. Pátó? Sürgősen tenni kell valamit ezzel a koszos vízzel. Okos vagy! Nézzétek meg, honnan indul a vízvezeték. Azonnal meg kell tisztítani a tó vizét. Szegény halacska, segítsünk rajta! Nagyszerű, Eli! Ügyes vagy, Pokolyó! Rengeteg szemetet összeszedtél. Csodálatos, pátó! Egy-kettőre újra tiszta lesz a tó. Ügyesek vagytok mindannyian, de sajnos a víz még mindig barna. Nagyszerű! Mindenki hatalmas dicséretet érdemel. Pompás ez a reggel a kristálytiszta tó mellett.
És ez mind nektek köszönhető. Rengeteget dolgoztatok érte. Pápá! Pokolyó! Ló! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Mi van nálad? Könyv. Ó, egy szép képes könyv. Igen. Labda. Igen, labda. Nagyszerű. Hal. Úgy bizony, az egy hal. Egy fa. Igen, egy fa. Csodás. Ügyesen felismered a dolgokat, Pokolyó. Mi az? Jaj, Pokolyó, nem tudod, hogy mi ez? Segítek egy kicsit. Ügetni szokott, és azt mondja, hogy nyúó! Meg tudjátok mondani Pokolyónak, mi van a képen? Ló! Egy ló van a képen! Nem tudod, mi az a ló? Hát, a lovak nagy darab állatok. Füvet legelnek, és ilyesmi hangokat adnak. Nyúó! Nagyon gyorsan vágtatnak, olyan gyorsan, mint egy autó. A lovak hihetetlenül erős és csodálatosan gyönyörű állatok. És az emberek lovagolnak rajtuk. El tudod képzelni magadat egy lovon? Képzel csak el! Pokolyó, ló. Ló, 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 ló. Ez Eli és Pato. Köszön nekik, Pokolyó! Ló, 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 Pokolyó, ló, ló. Úgy látom, Pokolyó tényleg nagyon-nagyon szeretne egy lovat. Ló, ló, ló. Nincs nálatok véletlenül egy ló? Kell Pokolyónak! Pokolyó, nem tudnak segíteni. Nincs náluk ló. Csücs! Nézzétek! Ló, ló, ló! Keressétek! Ló, 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 ló! Valentina, Szondi madár. Sajnos Pokolyó most már csak lovat akar rajzolni. Ló, 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 ló. Üha. Ló? Négy lába van. Mondjátok meg Pokolyónak, hogy vajon ez tényleg ló? Nem, ez kutya! Ez lula! Ló, 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 Pokolyó, most már hagyd abba, itt nincsenek lovak. Figyelj, ha rajta múlna, lenne 100 lovad. Mindenütt lovak vágtatnának, mást se látnál, csak lovakat. De te Pokolyó világában élsz, és itt nincsenek lovak. Ló! Kalap? Hát az meg mire kell neked? Ló! Értem már, hogy még hangosabban kiálthast, hogy ló. Ajaj, félek, hogy nem értette meg, amit mondtam. Ló! 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 Ajaj, mit csináljunk vele? Támadt egy ötleted, Eli. Ló! Ha?
Csűha! Valaki csinált neked egy lovat! Meg tudjátok mondani Pokolyónak, ki csinálta ezt a gyönyörű lovat? Pato és Eli! Pato és Eli, igen! No. Pokolyó, figyelj csak! Hallod ezt? Ez egy igen ritka hang. Ló? Nem, ez nem ló. Ez egy síró elefánt hang. Ő csak azt akarta, hogy örülj. De te nem voltál valami kedves hozzá. Bocsánat, Pato. Jaj, ne kezd már megint ezt a lovazást! Nem. Pokolyó kéri Eli és Pato lovát. Nagyszerű! Éljen, Pokolyó! Éljenek a képzeletbeli lovak! Gia, nem sokára találkozunk! Eli piaca. Ahó, Eli! Mit csinálsz? Találjam ki. Csíha! Vannak almáid? És narancsaid? És banánjaid? Értem már, piacost játszol, de jó! Igen, most már csak vásárlók kellenek a piacodra. A Mars Fivérek műsora. Citrom. Citrom! Ananász! Görögdinnye. Ez egy szelet görögdinnye. Megmondanátok Pokolyónak és Pátónak, hogy mi ez? Milyen gyümölcsöt szeretnétek? Gyümölcs! Pokolyó egy narancsot szeretne, Pato pedig banánt akar. Gyerünk! Susu! Ajjaj! Szegény gyümölcsök! Megcsináljuk! Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a zöld! Keressetek valami zöldet! Valami zöldet. Lássuk, mit találtatok. Jól van. Hadd nézzem a képeiteket. Egy zöld ceruza. Egy zöld lufi. Egy zöld építőkocka. Jó, keressetek még zöld dolgokat.
Egy zöld alma. Pompás. Egy zöld szék. Nagyszerű. És ez, tudjátok mi ez? Egy marsfivér. Egy marsfivér. Nagyon jó. Ő is zöld. Éljen a zöld! Nézzétek csak, kész van a piac. Eli azt kéri, hogy vegyétek fel a gyümölcsöket. Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Alma! Ez egy alma! 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 Ügyes vagy! Oda kerülnek az almák. Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Narancs! 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 Úgy bizony, ez egy narancs. Oda kerülnek a narancsok. És ez? Banán! 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 Igen! Van banánunk. Piac. Alma, narancs, banán. Csodaszép piac. Énekeljünk. To the market, see the fruit that I have. You can choose the one you like, your favorite one. Alma, narancs, banán, görögdínye, ananász, citrom. Come to the market. See the fruit that I have. You can choose the one you like, your favorite one. Pokolyó! Büdös kutya. Ha-hó, Pato! Tű, de gyönyörűek a virágaid. És milyen finom az illatuk. Mennyei. Mi az, Pato? Igen, igazad van, Pato. Valaminek nagyon rossz szaga van. Kitaláljátok, minek van rossz szaga? Lulának van rossz szaga. Félek, hogy igazatok van. Ajjaj. Ha-hú, Eli. Új parfümöd van. Ó, igen. És az illata? Borzalmas. Lula. Ó, fúj. Ó, a mindenit, jaj nekem. Á, ha-hó, Pokolyó. Ha-hó. Mi van nálad? Tű, nincs is jobb, mint egy finom, zamatos. Igen, tudom, Pokolyó. Lula nagyon büdös. Megmondanátok Pokolyónak, mit csináljon, hogy Lula megint jó szagú legyen? Mostan
Mosd meg! Fürdesd meg Lulát! Fürdesd meg! Remek ötlet! Hidd el, Lula, nem olyan rossz ez. Na, Lula... Hajjaj! Pokolyó szerint meg kellene fürdetni Lulát. Segítenétek neki? Aha. Elkaptad! Hajjaj! Eli, kapd el! Vigyázz! Ez nehezebb, mint hittem. Ez mi? Á, értem már. Ez egy kutyamosó. Zseniális. Mi? Úgy látszik, nem működik. Jaj, Pató! Tyi, most aztán patyolat tiszta lettél. Jaj, Pokolyó, hogy fogod megfürdetni Lulát, ha nem tudod becsalogatni a kádba? Lula, nagyon büdös vagy. Mit gondoltok, hogyan vizezhetné be Pokolyó Lulát? Esővel! Esővízzel! Úgy bizony! Pokolyó az esőben végre megmosdathatja Lulát. Ő, milyen tiszta kutya lettél! Éljen, Pokolyó, és éljen a mosakodás! Pápa, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Lula, hozd vissza! Pokolyó és Lula ma a tengerpartra megy. Ahó, Pokolyó! És ahó, Lula! Bizonyám, jó lesz a parton. Visznek magukkal elemózsiát, napernyőt és... Pokolyó, hová mész? A part nem arra van. Ah, remek ötlet, Pokolyó. Egy labda. Kerek, narancssárga kis labda. Milyen jó, hogy ezt is magatokkal viszitek. Kerek? Igen. Kerek, mint a kör. Nagyszerű, Pokolyó! Az biztos, hogy Lula örömmel játszik majd labdadobálóst a homokban. Most akkor ideje...
Bokolyó, a part az sem a jó irány. Ajaj. Hát itt vagy. Na most hol van az a labda? Te látod, Bokolyó? Melyik az? Meg tudjátok mondani Bokolyónak, hogy melyik az ő labdája? A kerek! Az a kerek! Kerek? Úgy bizony, Bokolyó. A labdád az a kerek. És most mehetünk a partra. Úgy látszik, Pátó barátunk jól érzi magát. Nagyon szép, Pátó, de vigyázz! Ez nem sokon múlott, Pátó. Ajaj, Lula épp erre rohan. Jaj, szegény Pátó, mennyit dolgozott vele. Pátó, szerintem Bokolyó labdája valahol ott van. Tudnál segíteni? Kerek? Igen, Pátónak igaza van. Itt mindegyik kerek. De a labdád nem csak kerek volt, Bokolyó, hanem... Meg tudjátok mondani Bokolyónak, hogy melyik az ő labdája? A narancssárga! Az a narancssárga! Narancssárga! Tyűha! Lula is észrevette! Jaj, ne, már megint! Úgy sajnálom, Pátó. Zsonglőrködsz! De ügyes vagy! Vigyázz! Ajjaj! Ahó, Eli! Eli! Ez egy kicsit nehezebbnek tűnik, ugye? Szerintem mondd el Elinek, hogy milyen a labdád. Kerek? Narancssárga! Nem, ez nem az. Mit is mondtunk még a labdáról? Kerek, narancssárga és... Segítenétek Bokolyónak kitalálni, hogy melyik az? Az a kicsike! Labda! Okosak vagytok! Most, hogy megvan a labdád, elindulhatunk végre a partra. A part! Ó, már látom is. Hát végre eljutottunk ide. Éljen, Bokolyó! Végül is Bokolyónak csoda jó napja lett. És ami azt illeti, nekem is. Pápa! Pápa, nem sokára találkozunk. Bokolyó! Madárka csőszök. Szundi madár. Telefon. Szundi madár.
Talán ha együtt kiáltjuk, hogy ébredj, Szundi madár, akkor felébred. Mehet? Ébredj, Szundi madár! Ébresztő! A telefon! El kell menned? Értem. Hát biztos találsz fióka csőzt Szundi madárka mellé. Kéri meg valakit! Nem! Te! Bátor, takaríts! Csinálj rendet! Szundi madár azt szeretné kérdezni, vigyázna-e valamelyik őtök Szundi madárkára egy darabig? Nem? És mi van, ha a fióka csősznek nem kell rendet raknia? Tessék, Pátó, azt mondod, vigyázol Szundi madárkára? Nagyszerű! Akkor ez azt jelenti, hogy te raksz rendet, igaz, Pokolyó? Szia, Szundi madárka! Jól aludtál? Az anyukád nincs itt, Szundi madárka. El kellett mennie egy rövid időre. Na, na, Szundi madárka! Nézd, itt van a barátod, Valentina! Örülnél, ha Valentina veled maradna? Hát ez jó öt... lett. Ajaj. Téged utánoznak, Pátó. Ó, uzsonna. Mi? Anyukád nem ezzel szokott etetni? Sütivel? Ha Pátó ad egy kis sütit, akkor abba hagyod a sírást és ágyba bújsz. Ójaj, Pátó. Úgy látom, Valentinának vécére kell mennie. Most! Gyorsan, gyorsan! Siess! Siess! Ajaj! Na végre! Ideje ágyba bújni. Anyukád előbb mindig kivisz sétálni a holdra? Te ígéred, hogy utána rögtön ágyba bújsz? És most ágyba. Jól jönne Pátónak egy kis segítség, Pokolyó. Szundi madárka, Valentina! Nem, Pátó! Nem könnyű feladat a kicsikre vigyázni. Tudom már. Mi lenne, ha összefognátok? Mit gondoltok? Segítsenek egymásnak, Pokolyó és Pátó? Igen! Segítsetek egymásnak! Igen! Hmm.
Cundi madárka azt kérdezi, mit csinálsz, Pokolyó? Alszunk. Hű, Pokolyó és Pátó elálmosodott. Szeretnének bebújni az ágyatokba. Nem, feküdjenek csak a saját ágyukba. Hát, rendben. Fiúk, annyira ügyesek voltatok, hogy Cundi madár azt szeretné, ha minden nap vigyáznátok a kicsikre. Szerintetek is vigyázzanak a kicsikre minden nap? Igen, igen! Vigyázzanak rájuk minden nap! Na jó, éljen a csapatmunka! Pápa, nem sokára találkozunk. Bámulatos bogyó szüret. Halihó gyerekek, mit olvastok? Receptet. És találtatok valami finomat? Úgy látom, megvan a tökéletes csemege. Hogy kell elkészíteni? Kiszi bájsz! Á, értem már! Bigyóbogyó kell hozzá! Hát persze! Mi az a bigyóbogyó? Kiszi bájsz, és szakaszolj sziszoszió! Á, különleges finomság, ami csak a bámulatos bigyóbogyó birodalomban terem. Így már jobb. Azt hiszem, kedvel téged, Pokolyó. Barát! 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 Go, Roberto! Cosa que se da? Que se vais? Cosito so, con la te. Cosito si, que se vais? Nina szerint a legmagasabban termő bogyóból lehet a legédesebb sütit sütni. Az erdőben mindenütt nő. Ha két csapattal indulnátok, gyorsabban menne a bogyószedés. Itt akár kezdhetitek is. De gusztusosak ezek a bogyók. Repülök! Pokolyó, miért is jöttünk az erdőbe? Ah!
ez az! Micsoda csapatmunka! Látjátok? Pokolyó ugrálás közben megtalálta a legfinomabb bogyókat. Azt hiszem, most már süthettek. Nagyszerű! Szerencsére jó sok barátunk van, akik mind megkóstolhatják ezt a mennyei csemegét. Pokolyó! A mag. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Mi ez? Várjunk csak. Úgy néz ki, mint egy óriási mag. Ugye tudod, hogy mit csinálunk a magokkal, Pokolyó? Szerintetek ezt csináljuk a magokkal? A fejünkre tesszük. Nem! 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 Az italunkba tesszük. Igen? Elültetjük? Igen! Elültetjük! Úgy bizony. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan valami szép dolog nő ki abból a magból. Jól megvárakoztat minket, igaz? Tudjátok, a növekedéshez idő kell. Mi az, Pokolyó? Valami baj van? Jaj, értem már. Vécére kell menned. Addig vigyázunk a magra, jó? Siess! Ha-ho, Szundi madár! Szép kis mag, igaz? Várj, most mit csinálsz? Ó, ugye így már jobb, Pokolyó? Remek, mert el kell mondanom valamit. Az a helyzet, hogy a magodat... Szundi madár! Semmi baj, Pokolyó. Szundi madár csak egy kis finomságra vágyott. Most már minden rendben van. Nézzétek, itt van Lula! Ha-ho, Lula! Ajaj, Pokolyó, ébredj fel! Ébredj! Ajaj! Talán, ha ti is kiabálnátok velem, fel tudnánk ébreszteni Pokolyót. Mehet?
Ébredj, Pokolyó! Ébresztő! Ja, értem. Lula csak játszani akart. Így tényleg biztonságban lesz a magot, Pokolyó. Ahó, Pato! Jaj, Pato, tudom, úgy néz ki, mint egy tojás, de ez igazából egy... Ajaj. Mi ez? Na így most már tényleg biztonságban lesz a magot, Pokolyó. Senki sem tud hozzáférni. Nézzétek! Csodás! Ha-ho, Eli! Vigyázz! Ó, hát ez nagyon nem jó. Jaj, Pokolyó, Eli nem szándékosan lépett rá a virágodra. Őt viszont elkapta a csapdád. Nem. Ajaj, Lula! Hű, nézzétek csak! Mennyi mag! Megmondja valaki Pokolyónak, mi lesz ezekből a magokból? Virág! Egy csomó virág! Úgy bizony, sok-sok virág! Jut belőlük mindenkinek! Éljen, Pokolyó! Ó, és persze, éljenek a barátok! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Pato tojása. Ha-ho, Pato! Tű, hát ez meg mi a csuda? Megmondjátok Pátónak, hogy mi ez? Ez egy tojás, Pátó! Egy nagy tojás! Úgy bizony, jól mondjátok, ez egy tojás. Csodálatos! Aha, ha-ho, Pokolyó! Ahó. Labda! Labda? Ajaj, de hát ez... Ne, Pokolyó, ez nem az, aminek hiszitek. Tudjátok, ez nem labda. Amit Pátó elvitt, az egy tojás. És ezzel a tojással nem sokára történik valami. Ki kell belőle valaki? Ugye már értitek, miért olyan fontos Pátónak ez a tojás? Ajaj! Itt az idő! Itt az idő! Ez... Ez egy pók! Úgy látszik, a tojásokból nem csak kis kacsák kelhetnek ki. Wow.
és egyesek félnek a pókoktól. Még a babapókoktól is. Sajnos babapók, azt hiszem Pato megijedt tőled. Pato, nem olyan rémisztő ez a babapók. És úgy látom, megszeretett téged. Itt van Pokolyó és Eli. Ahó! Hajaj! Szerintem még mindig félnek a kis póktól. Azért nem akarnak játszani veled. Baba pók, Pato papa játszani szeretne valamit. Azt szeretné, ha megszámolnád az összes követ, amit itt találsz. Pato, most már mehetsz játszani Pokolyóval is Elivel. Ó, Baba pók talált egy követ. Pato papa azt mondja, számolj csak tovább. Megmondjátok Pátónak, mit szeretne Pók baba? Labdázni szeretne! Játszani! Úgy bizony, igazatok van, játszani szeretne. Ahó, Szundi madárka! Pato azt mondja, fogd a ceruzát és színezgess, baba pók. Mi ez? Megmondjátok Elinek és Pokolyónak, kirajzolta nekik ezt a gyönyörű képet. Úgy bizony. Ó, de aranyos. Tudtam én, hogy amint megismeritek egymást, azonnal jó barátok lesznek. Éljen, Pato! Éljenek az új barátok! Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.